Halastavat, családot, karácsonyfát és meg annyi képzeletbeli és valós tárgyat ábrázoltak a gyermekek. Alkotópályázatra érkeztek be az Erzsébet szállóban kiállított remek művek, amelyet a Paks 2 Atomerőmű ZRT munkavállalóinak gyermekei számára hirdettek meg. Az ünnepélyes díjátadón dr. Mészáros György elnök köszöntötte a megjelenteket. Örülök annak, hogy már a harmadszor rendezhetjük meg ezt az ünnepséget. Most sokkal meghittebben, mint korábban, hiszen a két ünnepséget nem folyattuk egyben. A család összetartozása, a szeretet, a figyelem, az ünnepi hangulat megjelenjen a rohanó hétköznapok között. És azért is nagyon fontos ez, mert itt ugye most olyan jövőnek építkezünk, akár a gyerekek örömében, akár az erőmű építésében, és ezzel eljutunk oda, hogy egyszerre két legyet ütünk egy csapásra, pillanatnyi örömet okozunk a gyerekeknek, és egy hosszú távú reményt és esélyt gyártunk nekik majd a munkánkkal. Az eseményen Lenkei István vezérigazgató kiemelte, fontosnak tartják, hogy a családok szerepét hangsúlyozzák, hiszen az összetartó família egységes vállalati kultúrát is eredményez. Élvezik a gyerekek, élvezik a szülők, csapatépítés. Tehát az, hogy a cég ilyen fiatal, átlag életkor 39-40 év gyakorlatilag, ez egyértelműen azt jelenti, hogy nagyon sok a kisgyerek, és a gyerekeket ilyenkor Mikuláskor szeretnénk és meg is ajándékozzuk mindenféle jóval, és látszik, hogy milyen jól élvezik a mai estét. Az ünnepségen lehetőség nyílt minden alkotást megcsodálni, valamint a gyermekeknek műsorral is kedveskedtek a szervezők. Varázslatos hangulatot idézett a bűvész, akinek előadását láthatóan a szülők és csemetéik is élvezettel nézték. Tudjátok, hogy mit csinálok? Elkérem a telefon, megfogom a törlőkendőmet, figyeljetek csak, hogy mit csinálok? Egyszerűen törlöm a telefon memóriáját, műsor után visszaadom természetesen. Az ünnepség végén minden gyermeknek névre szóló ajándékkal köszönték meg a munkáját.